Magyarországon is egyedülálló az az ifjúsági áldozattani kutatás, amelyet az Országos Kriminológiai Intézet és a 12. kerületi rendőrkapitányság készített. A vizsgálatban 6 hegyvidéki középiskola diákjai vettek részt. Az egyik cél az volt, hogy kiderüljön, mekkora az áldozattá válás aránya. Meglepő adat, hogy a látencia 9-szeres, vagyis 9-szer annyi a részesei valamilyen bűncselekménynek, mint ahányan bejelentést tesznek a rendőrségen, mondja a kutatás vezetője. Alapvetően a fiatalok körében ez a magas látencia abból adódik, hogy számos olyan eseményt, ami egymás között történt, nem élnek meg bűncselekményként. Tehát attól függetlenül, hogy a büntető törvénykönyv azt írja, hogy már pedig ez a jelenség bűncselekmény, a diák azt mondja, hogy hát ellopta a cipőmet, hát én marhára nem volt kedves tőle, de hát ezért én nem fogok elmenni feljelentést tenni a rendőrségre nyilvánvalóan. A kutatásban résztvevő 10. évfolyamos fiatalok harmadát már érte kellemetlenség, főként akkor, amikor szórakozni indultak a városba. A diákok legtöbbje nem csak félelmet keltő beszólásokkal, de agresszióval is találkozott. A diákok a hegyvidéken azonban kifejezetten biztonságban érzik magukat, vagyis Budapest más kerületeivel összehasonlítva jónak ítélték meg a 12. kerület közbiztonságát. A 12. kerületi rendőrkapitányság egyébként több vetélkedőt, felvilágosító programot is indított a fiatalok számára. Az önkormányzat pedig létrehozta a Pánik Gomb nevű alkalmazását. Az applikáció segítségével a fiatalok két gombnyomással segítséget kérhetnek a hegyvidéki rendészet munkatársaitól, ha bajba kerültek. A napfény tartós hiánya miatt sokan lehangoltnak érzik magukat, vagy egy kis melegségre vágynak, ezért a szoláriumok forgalma ilyenkor megnövekszik. Aki télen is barna szeretne lenni, annak érdemes odafigyelnie néhány fontos szempontra, mielőtt az UV-fénybe fekszik. Nagyon fontos a bőrtípus, tehát azoknak, akiknek könnyen barnulásra hajlamos bőrük van, barna hajúak, barna szeműek, és kevés az anyajegyük, ők azok, akik elmehetnek szoláriumba, és azok, akiknek világos bőrük van, világos szemük, szeplősödésre hajlamosak, nem nagyon könnyen barnulak, vagy inkább pirulásra hajlamosak, akiknek a családjában esetleg melanóma volt, vagy ő neki magának, vagy 100-nál több anyajegy, nekik semmiképpen sem javasolnám. Érdemes tehát idejében mérlegelni a kockázatokat. Dr. Tihanyi Lilla hangsúlyozta, a 18 éven aluliak számára semmiképpen nem ajánlja a szoláriumozást, valamint felhívta a figyelmet a fokozatosság jelentőségére. Tihanyi Lilla bőrgyógyász hozzátette, bizonyos bőrbetegségek, például az akné vagy a pikkelysömör esetén jó hatást válthat ki a szolárium. Aki viszont a hazánkban gyakori D-vitamin hiányt szeretné szolárium használatával pótolni, az nem feltétlenül fog sikerrel járni. A csontozat egészségéhez nélkülözhetetlen D-vitamin elsődleges forrása a bőrtérő napsugárzás UVB spektruma, ezért a főként UVA sugarakat tartalmazó szolárium nem igazán alkalmas a pótlására. Télen ezért javasolt inkább táplálékkiegészítő formájában szedni a D-vitamint, illetve olyan élelmiszereket fogyasztani, amelyek nagy mennyiségben tartalmazzák azt. Ilyen például a csukamájolaj, a szardinia, a tojás, a máj és a tej. Különleges vetítéssel nyitotta meg az idei évadját a már jól ismert Én filmem sorozat a MOM Kulturális Központban. Lévai Balázs ugyanis házigazdából vendéggé avanzsált, és ezúttal ő hozta el egyik legkedvesebb filmjét. Jobban izgulok, mint hogyha én vezetném a műsort, tehát nyilván ez egy olyan szituáció, amikor az embernek sokkal inkább meg kell nyílnia, és mondjuk nem a hálás kérdező szerepét kell alakítani, hanem mondjuk a riportalanyét, meg hát nyilván sokkal személyesebb szituáció is, mert itt rólam derülnek ki dolgok a filmválasztás kapcsán. Antonioni klasszikus filmalkotása nem egy könnyed popcorn mozi, ám sajátos atmoszférájával a vászon elé szegezi nézőjét. Arról szól, hogy tehát a kép, a fényképezés művészete és a filmezés művészete rengeteg kérdést tesz fel, és éppen azért az egész tényleg olyan, amikor megállunk a múzeumban egy kép előtt, és elkezdünk gondolkozni. Az Én filmem programsorozat legközelebb február 19-én Seffer Erzsébet kedvenc filmjével folytatódik. Ő a Szeres Mexikóban című filmet választotta ki. Lévai Balázs pedig újra a kérdező székébe ül majd.